ország tiszteletét szeretném kifejezni önök iránt, a döntésük iránt, hogy magyar iskolában a gyermekeket. Ez egy nagyon jó döntés. Hende Csaba az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozta a dunaszerdahelyi alapiskolákban. A szülők örültek a beiratkozási ösztöndíjnak, amely magyarországi önkormányzatok, magánemberek, vállalkozók és civil szervezetek összefogásának eredménye. Mindenki pozitívan értékelem, tehát még hogyha maga az összeg ugye gesztus értékű, noha sok olyan szülő van, akik olyan anyagi helyzetben vannak, hogy ez a 10 000 forint is sokat tesz nekik, és ha gyerekükre tudják költeni, azt pedig kifejezetten pozitívumnak tartom. A Rákóczi Szövetség 2004-ben határozott céllal hirdette meg felvidéki beiratkozási ösztöndíj programját. Nagyon fontos, hogy a magyarul beszélő gyermekeket magyar iskolába írassák be. Ez a további érvényesülésük szempontjából is nagyon fontos, és egyáltalán olyan tudásanyagot kapnak a magyar iskolákban, amelyeket más iskolákban nem kaphatnak meg. A szövetség munkatársai decemberig a Kárpát-medence mintegy 250 településén több mint 6 000 magyar diáknak adják át az ösztöndíjat. A program Felvidék mellett Erdélyt, Kárpátalját és Horvátországot is érinti.